A harcokban nem nekünk kell győzni. Csendes vízhez teregetsz és irgalmat hoz. Nem választ minket semmihez. Most itt áll a néped, vár rád mind gyermek, ki várja, hogy lássa Atyát. A kegyelmed elé, a kegyelmed elé, a kegyelmed elé nekem. A kegyelmed elé, a kegyelmed elég nekem. Álljunk föl, dicsérjük együtt az Urat. Hűséges vagy. Hűséges vagy, jó Istenünk. Ez teregetsz és irgalmat hoz. Nem válasz minket semmihez. Most itt áll a néped, vár rád mind gyermek, ki várja, hogy lássa Atyát. Csendes vízhez teregetsz és irgalmat hoz. Nem választ minket semmihez.
ahogy trónunk előtt megállunk, jó Atyám, ahogy ránk tekintem el, csodálj jó kegyelmedet, megváltó. Thank you.
vagy a pásztorom. Köszönjük ezt a gyülekezetet, de
Nem akarunk, hogy ez egy konzerv legyen, hogy csak arról szóljon, hogy mi itt jól vagyunk. De nélküled semmit nem tudunk tenni. Kérünk, hogy valóban te legyél az, aki megérinted az embereket. Urunk, te ad nekünk a te erődet, hogy a te erődben tudjunk járni, élni, bizonyságot tenni, bizonyságok lenni. Kérünk, hogy te cselekedj, mert hiszünk, hogy még ma is te vagy az Úr. Te vagy város Ura, te vagy népünk királya, te vagy nemzetünk Atya. Hiszük azt, hogy te azt mondtad, hogy a te vágyad, a te szíved vágya az, hogy minden ember eljusson a megtérésre, az igazság megismerésére, hogy minden ember téged megismerjen. Kérünk, hogy használj minket ebben a munkádban, és Urunk, nem csak hallgatói akarunk lenni a te ígédnek, hanem megtartói, cselekvői. Urunk, szeretnénk az a jó föld lenni, ami százszor annyi termést terem. És Urunk, tudjuk, hogy te adod a magot, te adod az esőt is, de mi oda akarjuk magunkat adni neked, hogy jó föld lehessünk. Kérünk, hogy így, Uram, a te ígéd, a te tanításod, az ne csak így egyik fülünkön bemenjen a másikon ki, hanem hogy formálját az életünket. Hogy kövessünk téged szorosabban, hogy szeressünk téged jobban. Kérünk, hogy tényleg ne csak idáig a fejünkig jusson el a te üzenetet, hanem eljusson a szívünkbe, az életünkbe, és átformálja az életünket. Kérünk, hogy te áld meg most Árpit is, ahogy az igét hirdeti nekünk. Kérünk Kent fölött a te lelkeddel, hogy Uram, a te erőddel, a te bölcsességeddel tudjon tanítani. Neked adjuk most ezt az időt, és kérünk, hogy segíts, hogy nyitott szívvel tudjuk figyelmesen hallgatni a tanítást. Amen. Amen. Foglaljatok helyet.